Balázs, mi most hova is megyünk egyáltalán? Kora reggel. Valami lomért. Valami lomért? A Dunapartra. A Dunapartra. Kinéztem egy gombszemüt. Ó. Aztán gondoltam, hogy jó mutatta ott a garázsban. Meglátjuk. Nézzük meg. Az október utolsó napjaiban a Dunából kihúzott lada története alaposan felkavarta az állóvizet. Az autóroncsa gyorsan zarándok helyé vált, százával érkeztek hozzá a látogatók. Ahogy az ilyenkor szokás, sajnos gyorsan ki is fosztották. Nem csak az akkumulátor, a rendszám és a kilincsek tűntek el, de még a kilométer óra mutatóját is elvitték belőle. A hullámsírban pihenő ladára horgászok találtak rá, majd a hatóságok értesítése után a tűzoltók húzták a partra. Mese alulban színedűs erdők során repülünk a szívű tavaszán. Arany országút csillogó gyémánt korán repülünk a mesék kocsiján. Benn az égben az angyalok vigyáznak rám, és a sors fogja tám a volán. Csupa boldogság vár ezután rád és rám, a mesék meseszék kocsiján. A rendőrség átkutatta a szitává ruhadt autót, és még aznap értesítették a tulajdonosát. Megvan a 14 éve ellopott körlámpás. Balázs, egy kárpitozással foglalkozó ismerősünk, látott fantáziát a viseltes ladában, ezért összehoztuk a tulajdonossal, aki szívesen neki ajándékozta az autóroncsot. Az autó a benne lévő hordalékkal együtt több mint 2 tonnát nyomott, a lemezek pedig papírvékonyságú rozsdásodtak a Dunában töltött évek alatt. Ezért óvatosan kellett megmozdítani. A jó hír az, hogy valószínűleg ültetni már nem kell. Szerencsére nem szakadt ketté a sokat megélt 1002-es, így egykori tulajdonosa már a tréleren tudta megnézni, mi maradt a 14 éve nem látott autójából. Figyelj csak, ki volt szobafestő? Ne, gólyan! Akkor itt vannak a cuccaid. Azt a mindenit. A drága jó mázoló ecset, a legjobb mázoló ecsetek a világon is itt van. Hát akkor megvan. Jó, hát félig tele van ennyi izőre, ilyen hordalékba. Jó, hát a jó hír az az, hogy nekünk igazából nem lesz szükségünk a festős cuccaidra. Hát ezek után...
ez tényleg... Ne, itt nézd meg, még épp a króm. Igen, itt nem tisztítom. Ez egyébként hihetetlen. És tényleg épp a króm. Gyönyörű egyébként. Tényleg, csillog. Látom magamat, hogy... Igazából az ültetést megvan oldva, szerintem az fixes. Nagyon jó. A diffi hegesztett. Igen, és akkor utána jöttek a 8. kerületi rendőrök, hogy a csekkeliek megkérték őket, hogy keressék meg a filmet. Egy rostani is vagy. De tényleg. Ugye? A tetején talán egy kicsit, nem? Aha, egy picit, ott van. Annyi, igen, kicsit akkor így alkudnék. Hogy még egy van óra kupa pincsen, mert nem szeretném, hogy így összekerne valaki lábát. Hogy mit összeküzdöttem én a következővel, amíg találtam egy ilyen bontássorgot. Jó, felraktad, még rajt van. És ez volt az utolsó ladád? Nem. Még azután volt még egy. És az ami lett? Azt is ellopták. Ne vegyél többet. Köszönöm szépen. Használ egészséggel. Valami ismert hiba, amire figyeljünk? Tudj, nagyjából így most az egész. Minden szép nyelvi. Balázs eredetileg azért akarta megmenteni az 1002-est, hogy egy érdekes és különleges autót építsen belőle, de sajnos erről a tervéről le kellett mondania. A karosszéria annyira tönkrement, hogy már képtelenség bármit is kijavítani rajta. Például a csomagtartóból kimert hüledékkel együtt a csomagtér alja is távozott. Az autó úgy pereg szét, akár a homokvár. Szerencsére egy lelkes gyűjtő a szállítási költség fejében átvette barátunktól a roncsot, így ha már autó nem is lehet belőle. Egyfajta műtárgyként fedett helyen tovább élhet, a legnagyobb örömünkre.